Van miből válogatni a játékok között a kisari gyermekeknek a község új bölcsődéjében. Bár egyelőre még csak egy csoportot indítottak el az új intézményben, az épület akár három csoport befogadására is alkalmas. 2019-ben kezdődtek meg az építkezések a szatmári településen, és bár a koronavírus megnehezítette a munkálatokat, mára már minden a helyére került a Makovec stílust is felvonultató épületben. Nem mondom, hogy könnyű feladat volt, hiszen a világjárvány nem könnyítette meg itt sem a dolgunkat. De erőfeszítésünk nem volt hiába való. Véleményem szerint egy gyönyörű 21. század követelményeinek megfelelő bölcsödét sikerült megalkotnunk. A beruházással új munkahelyeket is teremtett a képviselőtestület. Tudom, hogy a 21. századi körülmények mellett a legfontosabb, hogy az itt dolgozók megadják a gyermekeknek azt az érzelmi és fizikai biztonságot, mely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jól érezzék magunkat intézményünkben. A térségben új építésű bölcsőde épületet még nem adtak át, ez az első. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, lesz folytatás. Több ilyen intézmény épül, amely két szempontból is hasznos. Munkát adnak a helyieknek, és arra ösztönzik a fiatalokat, hogy bátran vállaljanak gyermeket. Sorra épülnek a településeinken, ebben a választókerületben is a bölcsődék, ami fontos, ahogy polgármester asszony elmondta, abban is fontos, hogy a szülők tudjanak minél hamarabb munkába állni, ahogy lehetőségük van rá, de fontos azért is, ami a magyar kormányra hosszú időn keresztül igaz, hiszen emlékezzünk vissza a gyerekesélyprogramra, emlékezzünk vissza a biztos kezdett gyerekház programokra. Mi azt is zászlójunkra tűztünk annak idején 2010-ben, hogy a faluban élő, nehezebb helyzetben és körülmények között élő emberek számára is tudjunk lehetőséget nyújtani, és nem csak a számokra, hanem a gyermekeik számára is. Az átadón részt vett Langerné Viktor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár is. A politikus arra világított rá, hogy különösen azokon a településeken, ahol sokan élnek hátrányos helyzetben, egy bölcsőde biztos alapot ad a gyermekek fejlődésének. Nagyon nem mindegy, hogy az alap az milyen. Nagyon nem mindegy, hogy emberileg, szakmailag és a környezet, ami körülveszi ezeket a gyerekeket, az milyen. És mondom ezt azért, mert valósággal tényleg én a hátrányos helyzetű és a szegénységben élő gyerekekért és a családokért dolgozom, mindestóval 10 éve vezetem ezt a helyettes államtitkárságot, és rengeteg olyan programunk van, akár még a környéken is, ami kimondottan nekik szól. Igen, egyébként ebben a megyében tényleg több tanodánk is, gyerekházunk is van, gyerekesélyprogram fut. Ezek mind-mind azért vannak, hogy ezek a gyerekek ugyanolyan eséllyel induljanak. Ők nem olyan helyre születtek, akár a szüleik, bár szeretik őket, nem úgy tudják segíteni, de egy ilyen bölcsödében egészen biztos vagyok benne, hogy a gondozónők, a gondozók megfelelő módon nevelik, gondozzák ezeket a gyerekeket, és a szülőknek is segítenek. A Bóbita bölcsőde, ahol kezdetben 3 helyi gondozónő kezdte meg a munkát, 244 millió forintból épült fel, amihez az állam több mint 230 millió forintos támogatást biztosított.